Köszöntöm a Weekend nézőjét, jó estét kívánok! Nagyon izgalmas és színes héten vagyunk túl, bőven lesz mit megmutatni a mai adásban. Kezdjük rögtön egy szombati szuperprodukcióval, az Experience Társulata Nyíregyházán is bemutatta legújabb darabját, a Cinderellát, amelyben Muri Enikő, Szabó Máté, Fésűs Nelly és Mikó István alakították a főszereplőket. A musicalt a gyerekek és a felnőttek is nagyon élvezték, a következő percekben pedig ők is kapnak egy kis ízelítőt az előadásból. Nagyon különleges produkció ez, hiszen táncosok és színészek is megjelennek a színpadon. Mennyire volt nehéz beilleszkedni ebbe a társaságba? Egyáltalán nem volt nehéz. Már csak azért is, mert én bele léptem később az előadásba, mert amikor premierjük volt, akkor nekem is az volt, úgyhogy később kerültem bele, de hát már egy kész produkcióba léptem gyakorlatilag. Bár eleve is fölkértek, hogy játszam, csak a rendező és író Pozsgai Zsolt, aki nagyon jó barátom, szerette volna mindenféleképpen, hogyha nem ész rá, akkor is gyere! És akkor megvártak, és elég sok előadásban vettem már részt, nem csak Pesten, a Ramban, ugye a Radnóti Miklós Művelődési Házban, a Experience állandó fellépő helyen, hanem országban jó pár helyen. Mindenki ismeri nagyon jól Hamupipőkének a történetét, ahol a királyfinak az édesapja egy nagyon érdekes lélektani folyamaton megy végig. Ezt mennyire volt nehéz színpadon megvalósítani? Nem nehéz, egy nagyon kedves karakter szerep. Nincsen olyan sok feladata. Időnként eljön és próbál a fiának segíteni valamilyen módon, és ebben természetesen társa is van, a miniszter, és ez két jó pofa figura így együtt. De aranyos az egész előadás. Még így nem vettem részt, csak szemlélőként néztem az Experience produkcióit. Örülök, hogy játszhatok meg. Nagyszerűek a táncosok, és tulajdonképpen ők játszanak el mindent, hiszen ez nem csak a Hamupipőkének egy földolgozása, egy változata igazából, ahol a különböző mesék figurái előjönnek más mesékbe, és próbálják segíteni a főhősnő életét, hogy megtalálja a szerelmét, ő is, ugye kis szegény árva kislány. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jó családi program. Ez azért szerettem, mert a kis krampuszoktól kezdve a
idősebb nagypapákig, mindenkik jönnek, és családok nézik, és fogadják szeretettel az előadást, ezért érdemes játszani. Enikőnek és az Experi Dance-nek ez az első közös nagy műsora. Hogyan kerültél kapcsolatba a tánckarral? Pofon egyszerű volt a képlet, meghirdette az Experi Dance, hogy szereplőket keresnek a Cinderellához, és hát elmentem egy castingra, kivertem a soromat, elénekeltem, amit el kellett, megmutattam, amire képes vagyok tulajdonképpen, és egy-két hét múlva hívtak is, hogy akkor gratulálnak, mert megkaptam a tulajdonképpen a főszerepet, a címszerepet, csak hát engem nem Cinderellának hívnak benne, hanem Hamupipőkének. Úgyhogy ez így történt. Mennyire érezted akkor jónak ezt a castingot? Tudtad, hogy a tiéd lesz a szerep? Nem tudtam, mert nagyon sok ismerőssel találkoztam, akik szintén elég nagy tehetségnek örvendenek, úgyhogy nem volt ez annyira egyértelmű. De hát persze boldog voltam, meg hát új helyre kerültem, új embereket ismertem meg, tehetséges embereket, szóval ez mindig egy ilyen nagy kihívás. Ugye az Experi Dance egy nagyon összeszokott csapat tulajdonképpen, mennyire volt nehéz, vagy könnyű éppen beilleszkedni közéjük? Azt gondolom, hogy az Experi Dance minden egyes tagja nagyon-nagyon kedvesen, nagyon-nagyon lazán vette azt, hogy most ide egy új ember érkezett. Amennyire tiszteljük egymás munkásságát, ugyanúgy tiszteljük egymást emberként is, tehát hogy, és a mai napig ez hál' Istennek. Nyilván szokták mondani azt, hogy így emberek elszeparálódnak, különböző kategóriák szerint úgymond, és ez is érzékelhető, de ez teljesen rendben van, hiszen ők 20 éve dolgoznak együtt körülbelül, én meg egy éve vagyok a társulat tagja, tehát hogy nem tudom magamra venni azt, amikor két lány beszélget, oda megyek és csendben maradnak. Tehát hogy ez azt gondolom, ezzel semmi probléma nincsen. Azért Muri Enikőről tudjuk, hogy csodálatos hangja van és egy igazi tehetség. A darabban ugye táncolni is kell. Ezt mennyire volt nehéz megtanulni? Hát egy kicsit kell táncolnom, igen. Nehéz volt, és egy nagyon rövidke kis tánclépést kellett megtanulnom, ami nekem 2 hétbe telt. Táncoltam én már más színházban, más produkcióban, amire meg is volt úgy az idő, erre is meg volt természetesen, csak erre egy kicsivel rövidebb idő volt, hiszen ugye egy olyan csapatban táncolni, ahol csak táncosok vannak körülötted, az úgy mindig rémisztő. De persze nem adtam föl soha, és hát csináltam a kollégákkal együtt, úgyhogy hát meglepő volt, és nagyon paráztam, hogy ennél sokkal több lesz, de hál' Istennek nem. Ki az, aki a legtöbbet segített neked abban, hogy ez ilyen tökéletesen menjen ez a koreográfia? Bárkit, akit megkérdeztem, hogy segítsen, mindenki nagyon szívesen segített, még olyan is, aki nem is tudta a tánclépéseket, de segített benne, hogy hogyan dobban csak jobban, vagy hogyan lépjek. De talán akinek a legtöbbet köszönhetem, őt Rimár Izabellának hívják, aki majd ma este Holle anyót fogja játszani. Hát akkor zenészek, mit is volt, kedves? Hát egy rába közít, ha legyen. Itt van minden. Egy rába közít, ha legyen. Thank you.
egy igazi herceget alakítasz a színpadon itt az Experience táncosai között. Azért téged a nézők, a közönség nagyon sok helyről ismerhet már. Nyilván a lányoknak a kedvence vagy, és most tényleg megtestesíted a herceget. A táncosok is ennyire a szívükbe zártak? Nagyon aranyos. Köszönöm a bókokat, be is zsebeltem. Én úgy érzem, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a táncos lányokkal, és a táncos fiúkkal is, és most mindenki értse ezt a helyén kezelve. Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy baráti lett a kapcsolat, így most már máron harmadik éve dolgozunk együtt. Úgyhogy tényleg baráti kapcsolatok is kialakultak, és hát megy azért egymás átejtegetése, viccelődése egymással és egyáltalán. Én hiszek abban, hogy jó hangulatban lehet jó produktumot előállítani, és itt általában mindig jó a hangulat, úgyhogy remélem a produktum is megfelelő lesz. Ugye a hölgy főszereplő az Muri Enikő, és nagyon látszik a színpadon, hogy megvan köztetek az összhang magánéletben is? Én úgy érzem, hogy igen, megtaláltuk így egymást. Amikor az ember újabb és újabb kollégákkal ismerkedik meg, akkor azért általában jó így áthámozni magadat, vagy magatokat az első néhány ilyen nehézkes beszélgetésen, vagy nem tudom. Miután nem tudtunk egymásról sok mindent, én annyit tudtam, hogy ő egy tehetségkutatóban tűnt ugye föl, ő meg úgy ismert engem, mint az egyik sorozat hangját, vagy az egyik sorozat főszereplőjének hangját, és akkor így aztán a nagy egymásra találás megtörtént, beszélgettünk, kávézgattunk, cigarettáztunk sokat együtt, aztán így kialakult egy jó hangulat, meg egy jó beszélgetés, és azóta meg jó kollégák vagyunk, úgyhogy bírjuk egymást. Aha. Táncosok mennyire könnyen fogadtak be téged? Gondolom nem volt nehéz az összhang velük. Tulajdonképpen nem volt nehéz a beilleszkedés. Talán az volt inkább egy picit nehezebb vagy nehézkesebb, hogy amennyire én tudom, ők kevésbé dolgoztak színészekkel együtt sokáig, tehát ők a maguk műfajában a csúcsra értek már évekkel ezelőtt is, és hát táncos előadásokat hoztak létre. Itt most ugye kombináltuk a színészek megjelenésével is. Egy picit nekik is ezt az új helyzetet, ha tetszik, meg kellett így szokni, de mondom, miután gyorsan megtaláltuk a vicces összhangot, így aztán nem volt utána probléma a színpadon, sőt a mai napig ugratjuk egymást. Már csak egyetlen egy kérdésem van, hogy mit jelent számodra az a szó, hogy Experience? Mennyi gondolkodási időm van erre? Fél perc. Hungarikum. Hát egy fantasztikus, fegyelmezett és tehetséges társulatot, akik nagyon sokféle módon tudják a zene és a mozgás segítségével kifejezni magukat. Az Experience én szerintem garancia a minőségre, ha egy kibővített gondolattal kell erre válaszolni. Egyébként pedig nagyon, nagyon szeretek itt velük együtt dolgozgatni. Tényleg úgy érzem, hogy mindenki, a táncosok, a műszak, a háttér személyzet részéről mindenki megpróbálja oda tenni magát 100%-ig, és én is egy ilyen professzionalista emberke vagyok, aki szereti 100%-ra oda tenni saját magát, és ha ez a kettő találkozik, már pedig általában találkozik, akkor annak azért remélhetőleg jó eredmény lesz a vége. Ebben bízom ma este is.
Kedves nézők, egy nagyon különleges sporttal folytatjuk, amelynek a neve puller. Nos, ehhez azért azt kell tudni, hogy mindenképpen szükség van bizonyos eszközökre és kutyusokra is. Erről fogunk beszélgetni vendégeinkkel, Pap Dórával és Csoma Józseffel. Temi, aki puller világbajnok, érkezett hozzánk, és nagyon-nagyon figyel, és most pihenő fázisban van. Egyáltalán azt hiszem, hogy kevesen tudnak erről a sportról. Ti hogy ismerkedtetek meg vele, és mit kell róla tudni? Igazából én is csak interneten keresztül ismerkedtem meg első körbe ezzel a sporttal, majd ugye ellátogattunk Temivel az első versenyünkre, és akkor ott szerelmesedtünk teljesen bele. Gyakorlatilag ez egy régi dolog, vagy még nagyon friss? Ez egy pár éves dolog, 2013-ban találta ki az alapítója. Maga a sport az egyébként a boxra épült, tehát az alapállása és a mozgása az teljesen olyan, mint ahogy a boxolók mozognak. Onnantól kezdve kezdték el népszerűsíteni a sportot maguk az alapítók, utána pedig egy bizonyos ukrán gyártó kezdte el gyártani a pullert magát, ami elég különleges összetevőkből van. Az első pullerek azok gumiból voltak, de rájöttek, hogy koptatják a kutyának a fogát. Uh-huh. Ezek a pullerek pedig nem tudjuk milyen anyagból vannak, mert féltve őrzik egyébként a titkot, de egy biztos, hogy minden kutya nagyon hamar rákattan a fogását és az anyagát illetően. Ugye gyakorlatilag ti hát nem csak ezzel a két kis kutyussal rendelkeztek, hanem gyakorlatilag foglalkoztak is ugye a kutyákkal kapcsolatos dolgokkal, állateledellel, és ahogy itt a beszélgetés előtt mondtad, összesen 4 kutyusotok van. Hogyha valaki megismerkedik ezzel a sporttal, akkor akár olyan eredményeket is elérhet, mint amelyet ti, pontosan azért már, hogy egy új dologról van szó, vagy azért itt egy kicsit többre van szükség, mint napi pár perces gyakorlásra? Mindenképp többre van szükség, ugye a zsákmányszerző ösztönre alapozódik az egész sport. Nyilván, ha a kutyában benne van ez az ösztön, egy picit egyszerűbb, de nyilván ennek is megvannak a maga szabályai, hogy hogyan kell történnie. Szerintem nagyon fontos az, hogy legyen az embernek az életében valamilyen kutyás előkészség, hogy ő már foglalkozott kutyával. Ugye azért Dóri az előző kutyájával, egy spániellel összerakott egy agilitis kutyát, köztársaság bajnokok lettek, akkor ugye jött a puller, amiben Temi kifejezetten jó, ugye alapvetően két részből áll, a jumpingból és a runningból. Nagyon kevés olyan kutya van, amik mind a kettőből jó. Van egy Staff Bull, aki jelenleg a jumping rekordot tartja, tehát Temi és Dóri összetett világbajnokok lettek, ami azért azt mutatja, hogy jumpingba és runningba is nagyon jók. Nem kis munka van belerakva. Mennyi? Azért mondjuk el, hogy azért nem annyi, mint egy agility, de hónapok, tehát egy bő fél év ehhez is kell. De ez kutyától is függ. Tehát ez a kutya készségétől függ, hogy milyen az apport készsége, azt mennyire kell kialakítani, mennyire tud ereszteni, mennyire tud fogni. Például nála az eresztés, mivel ő egy pitbull, a bull típusú kutyáknál az eresztés az elég érdekes, a fogással általában nincsen gond. És itt a váltásokra kellett ráhelyezni igazából a hangsúlyt. Ezért van az, hogy akik Magyarországon képviselik a pullert, ők régiókra osztják Magyarországot, valamint képzőkre. És Dóri jelenleg Szabolcs megye egyetlen puller képzője és bírója hivatalosan. Milyen volt maga a világbajnokság? Hogy éreztétek? Fantasztikus, fantasztikus élmény volt. A prágiait nagyon felkészültek voltak, mint szervezésben, mint igazából a kutyás társadalomként is hihetetlen. Ugye a kutyusok számára tulajdonképpen végül is ez egy játék, hiszen ők nem tudják, hogy egy világbajnokságon vannak. Magát a sikereket igazándiból ugye a gazdik, vagyis a trénerek aratják le. Hogy érzitek, milyen jövő előtt áll Magyarországon mondjuk ez a fajta kutyasport, a puller? Hát nagyon reméljük, hogy sokan rá fognak harapni, mert azok a kutyák, mint például amilyen Temi is láttátok műsor előtt, hogy elég izgága, hogyha mondjuk egy bicikli mellé rakjuk ezt a kutyát, vagy elkezdünk vele foglalkozni, komoly óra lefárasztani. Viszont ezzel a sporttal egy olyan negyed óra, 20 perc alatt a hétköznapokban is elég komolyan le lehet fárasztani a kutyát, és akkor nem fog még éjszaka is az agyunkra menni a járkálásával, mert alapvetően mi kutyások vagyunk. Mi nem élünk tévhitbe, mi nagyon jól tudjuk, hogy a gazdák
milyen problémával küzdködnek nap mint nap házi kedvenceikkel. Van, amelyiket a saját kutyája megharapja, nem mer hozzányúlni. Erre szoktuk azt mondani, hogy vagy csinálsz vele valamit, és lesz egy-két napig lelkiismeret fúdolásod, vagy lesz egy problémád 10 évig. Vagy van ez a lehetőség, hogy így vezetjük le a kutyának a felesleges energiáit. Ugye arra gondolsz, hogy gyakorlatilag a szerepeket tényleg a kutya felé le kell osztani, tehát tudnia kell, hogy ki a főnök, és ettől kezdve esetleg ezek a problémák egy kicsit orvosolhatóak. Ugye, és ez ebben a sportban is így van egyébként. És nem minden kutya él mondjuk egy hatalmas kertes házba, tehát úgy gondolom, hogy főleg az, aki a 8. van, és naponta néhányszor tud lemenni, annak meg rettenetesen fontos, hogy ezeket az energiákat le tudja vezetni. Hát a boltunk révén hozzám elég sokan jönnek viselkedési problémával, elég sokan kérnek tanácsot. Nekem az a személyes nagy tapasztalatom, hogy az emberek általában nem tudják megválasztani helyesen, hogy milyen kutyát is vegyenek panellakásba. Inkább az esztétika dönt, hogy mondjuk neki tetszik a... Hát mondjuk legyen aranyos, legyen ölbe kutya, lehessen neki bűngyörgetni, de az a probléma, hogy sokszor olyan kutyákat is választanak, amely egyáltalán nem családcentrikus. És akkor meg vannak rajta lepődve, hogy a gyereket megharapja a férjet, vagy akárkit a családban. Úgy gondolom egyébként nagyon ritkán biztos előfordul, hogy egy kutyának olyan a személyisége, hogy senki nem tud vele semmit kezdeni, de azért az esetek nagy részében szerintem nincsenek reménytelen esetek, ugye? Nincsenek reménytelen esetek. Pont nekem van egy kutyám, amelyet az Állatbarát Alapítványnál saját magamra haboztam ki. Ennek már több mint 2 éve, tehát ugye minden csoda 3 napig tart, erre már javarészt nem emlékeznek, csak úgy tényleg a kutyások, akik ismerik is Samut a mai napig. Őt hát viador kutyaként használták, és nem igazán volt kompatibilis más kutyákkal, nem igazán jött ki mindenféle emberrel, de hosszú foglalkozás után sikerült örökbe fogadni. Sikerült kutyák közé szocializálni, azóta nagyon szereti a kutyákat, főleg a mieinket, Temivel kifejezetten jól el van, és őnek is nagyon jót tesz például a pullersport, mert azokat a felesleges energiákat, amit ő fogással tud kiadni magából, azt ezzel az eszközzel megteheti. Arra kérlek, Dóri, hogy most amennyire itt a stúdióban van rá lehetőség, mutass valamit. Ugye a helyünk az meglehetősen pici, hoztatok különböző méretű pullereknek hívjuk ezeket. Igen. Az eszközöket? Egy ilyen szett, mindig 2 karikából áll, ebből 5 méret van ugye minden kutyához megfelelően. Mindig több ugye méret van, ahogy a kutya harapása, illetve a kutya mérete is. Úgy látom, hogy már maga a látvány is nagyon incsiklandozó, hiszen mind a 2 kutyus felpattant, és pont azt akartam mondani, hogy mondtad, hogy milyen izgága is, és mennyire nehéz a kutyussal, hát végig nyugodtan feküdt egészen addig, ameddig a játék lehetősége meg nem csillant. Nos, mit látunk? Ez a jumping. Na, jól van, semmi baj. Ez a jumping ágazata maga ennek a pullernek, ugye van a running, amit most így a helyszűke miatt, jól van, semmi baj, helyszűke miatt nem fogunk tudni bemutatni, de igazából maga a sport, az nagy neked. Maga a sportra... Lehet, hogy lámpaláza van, tudod, ez nem minden napon televíziós felvételen. Maga a sportra erre 90 másodperc van, és akkor itt össze kell gyűjteni a legtöbb pontot így ugrálással. És... mi számít pontnak, hogyha felugrik pontosan, és be is, el is kapja? Igen, a legtöbb pontot ez a 4 lábas ugrás ér, úgy, hogy a kutya megfogja a pullert, és ugye tartja rajta a fogást is. És ha ezt 4 lábbal teszi meg, az 2 pont. Ha ezt csak 2 lábbal teszi meg, fölemelkedve, az csak 1 pontot ér. És ugye erre 90 másodperc van a gazdinak, hogy összeszedje a legtöbb pontot. És a running, a másik kategória, amiről beszéltél, amit most itt nem tudunk bemutatni. Igen. A running az pedig ugye gurítani kell a karikát, egy megadott méteren belül, és a guruló karikát kell elkapni a kutyának, és visszahoznia a start zónába, és akkor ezért 1 pontot. Minden más behozatal 0 pontot ér. Talán már csak annyit, hogy hány ponttal lettetek tulajdonképpen összetett világbajnokok? Hát ugye sajnos az első helyről a runningból úgy csúsztunk le, hogy 8 pontunk lett, ugyanúgy egy másik bulltípusú kutyussal, és itt ilyenkor van egy ilyen szétlövés, ami ugye úgy dönti el, hogy 3 dobást kell megtennünk, hibátlanul, de ezt is időre.
és ugye a másik kutyus egy kicsit gyorsabb volt. Kedves nézők, mi pedig híradóval folytatjuk, utána pedig újabb színes témákkal várjuk Önöket vissza.